A találkozó a Lukián Musicki Művelődési Központ galériájában kezdődött. A pillanatképek a Temerini Amatőr Színjátszás életéből című kiállítással. Az ünnepélyes megnyitó után elsőként a helyi Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület színjátszó csoportja állt színpadra, Éjjeli menedék című előadásukban Maxim Gorki egyik drámáját dolgozták fel. Magának a műnek az üzenete, hogy nincs kiút, ugye az eredeti cím is az, hogy a mélyben. Jön egy illető, aki megpróbálja kihúzni ezeket az embereket ebből a gödörből, ebből a mélyből, de hát nem sikerül, mert ilyenek vagyunk mi. Valaki ki akar szabadulni, úgy látja, hogy van valami esély arra, hogy megszabaduljon ettől, és a másik visszahúzza, mert ha neked jó, és nekem rossz, akkor miért legyen neked jó? A rendezvény szervezője ezúttal is a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, valamint idén a Temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület. Októberben volt a Szajáni Szemle, utána gyorsan eldőlt, hogy mi szervezzük, aztán új év után kezdődött a szövegosztás. Hát olyan gyorsan elmúlt ez a három-négy hónap, csak úgy kapkodtuk a fejünket, volt sok idegesség, stressz, de hát azért itt vagyunk, most már jobb a helyzet. Sok minden történtek kisebb felújítások itt az épületben. Az első találkozót még 1996-ban rendezték meg Csontavéren. Akkor, amikor tavaly elkezdtük szervezni, akkor az első besúgó nevű közlönybe úgy fejeződött egy kérdéssel fejeződött a szöveg, vajon lesz-e házigazda Temerin, és akkor még nem sejtettük, hogy a Temerin lesz az, aki rengeteg díjjal térhet majd haza a találkozóról, és rám való egy picit az embernek sikerült megjósolni ezt, és hát nagyon-nagyon nagy öröm az, hogy egyrésztről Temerin elvállalta ezt, hogy neki veselkedett, és hát bízunk abba, hogy lesz még néhány olyan település az elkövetkező években, ahol még nem járt a találkozó, és akik el fogják vállalni a házigazda szerepet. A színjátszó csoportok Temerinből, Szabadkáról, Palicsról, Újvidékről, Zentáról, Nagykikindáról, Topolyáról, Múzsjáról, Tóbáról és Kupuszináról érkeznek. A gálán osztják majd ki a díjakat, utána pedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának vendégjátékát láthatja a nagy értemű.